Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás gyertya mágiával. Ez most egy akciós jóslás, egy Halloween szerelmi jóslás. Az akció abból áll, hogy ez a jóslás 4000 forint, ehhez jön a gyertya mágia, ami ingyenes a jósláshoz, hiszen ez a szerelmi jóslás gyertya mágiával ennél az akciónál 4000 forint. Két téma van, ami a gyertya mágiát illeti, vagy kérsz egy szerelmi energiát, vagy kérsz egy gyertya mágiát, aminek tisztító hatása van. Ezt azért mondom, mert különböző gyertyával dolgozom. Tehát vagy kell a tisztító hatás, vagy kéred a szerelmi energiát. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ebben a parkban van egy szerelmes pár. A hölgy téged szimbolizál, ha te egy hölgy vagy, és ez a férfi jelenti a párodat, a lelki társadat. Itt ez a kép utal a te érzelmeidre, ha te egy hölgy vagy. Itt láthatóak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát nálad vannak félelmek, hogy elveszítesz valamit, vagy valakit, hogy elveszíted őt, elveszíted a munkádat, vagy a pénzt, vagy egészségügyi témákra is kihathat, hogy elveszíted az egészségedet. Mindegy, hogy milyen témáról van szó, annyi biztos, hogy félsz valamitől. Az a fontos, hogy tedd át magadat a félelmeken, tedd át magadat a bizonytalanságokon. Itt ez a kártya jelenti az ő érzelmeit. A halak, azok utalnak a pénzügyi dolgokra. Számára fontos az anyagi biztonság, vagy úgy érzi, itt most lesz bevétel. Amit a halak még jelentenek, azok az értékek. Veled kapcsolatban azt jelenti ez a kártya, hogy te, vagy ez a szerelem, ez a kapcsolat értékes számára. Most megnézzük az ő gondolatait. Itt látható a horgony, számára fontos a biztonság érzete, ahol le tud horgonyozni. Mint például ebben a kapcsolatban. A horgony jelentheti a munkát, vagy a hivatást is, azon kívül, hogy te értékes vagy számára, nálad ő le tud horgonyozni, vannak más témák is, ami foglalkoztatja őt, mint például az anyagiak, a munkája, a hivatása. Most megnézzük a te gondolataidat. Itt láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Jelenti a bizalmat is, aminek te tudatában vagy, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. De azért néha előjönnek itt az egerek, hogy vannak olyan pillanatok, amikor félsz attól, hogy elveszíted őt. Erősítsd a hitedet, a bizalmadat. Amit a csillagok még jelenthetnek, egy spirituális terület. Ki vagy mi hat rád a külső befolyások? Itt ez a lilium virág utal a tisztaságra, hogy valaki jó érzelmekkel közeledik hozzád.
szeretne valamit tisztázni veled. A lönomárt kártyánál ez a virág jelenti a szexuális kapcsolatokat is. Előfordulhat, hogy rajta kívül van még egy másik férfi a környezetedben, akinek ilyen szándékai vannak. És milyen befolyás alatt áll ő ki, vagy mi hat rá a külső befolyások? Itt látható a ravasz róka, valaki figyelgeti őt, lehet, hogy irigy rá, vagy nem akarja azt, hogy ő boldog legyen. Kellemetlen kapcsolatok vannak itt, hamis emberek az ő környezetében. És mit fog tenni irányodban? Itt látható a gyűrű, keresi veled a kapcsolatot, visszatér hozzád. Az is lehet, hogy lesz egy eljegyzés, egy házassági ajánlat. Milyen lépéseket kell, hogy te tegyél? Itt láthatóak a madarak, jelentik a könnyűséget, a vidámságot, a zenét, a táncot, és jelentik a kommunikációt is. Tehát fontos, hogy beszélj vele, keresd vele a kapcsolatot. Persze, ahogy a gyűrűnél látható, ő is keresi veled majd a kapcsolatot. Ebben a parkban van egy szökőkút. Ez a forrás, és itt látható egy irány, mutatja a jövőt, mi vár rátok a jövőben, mire számíthatsz. Ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz meg ezen a képen. Te állsz a középpontban, te vagy fontos, te fogod irányítani a dolgokat, és ő hagyja azt, hogy mindez így legyen. És ez volt a szerelmi jóslás, ami jelenleg egy Halloween akció gyertya mágiával. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!